Szeretettel köszöntöm nézőinket, Önök a Kultúrkörképet látják itt a TV Budakalászon. Lássuk, milyen programkínálattal várja az érdeklődőket Budakalász a következő időszakban. Még nem késő elindulni a faluházba, ahol este 7 órakor kezdődött el a Folkocsma sorozat januári állomása. A rendezvény szervezői hónapról hónapra más zenei programmal készülnek, így minden állomáson más kultúra zenei világával lehet megismerkedni. Ezúttal egy hamisítatlan bolgár mulatsággal várják a látogatókat. Az izgalmas dallamok mellett bolgártáncokat is elsajátíthatunk a művelődési házban, egészen este 10 óráig. A talpalávalót a Martenica együttes szolgáltatja. Január 26-án pénteken koncerttel zárul a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett programsorozat a Kóskároly Művelődési Házban. Este 7 órától a Transformation új dalaival örvendezteti meg a közönséget, Üzenet a Hangárból című lemezének bemutató koncertjén. A formáció zenei világát a jazz műfajába sorolja, kizárólag tág értelemben. A dalok tartalmaznak ugyanis rockos, illetve kortárs zenei elemeket és világzenei ihlette dallamokat is. A rendezvényre való belépés mindenki számára ingyenes. 8. alkalommal rendezett kiállítást a Faluházban a Budakalászi Képzőművészkör. A tárlat a közösség elmúlt évének munkásságát mutatja be. Minden mű egyfajta élménybeszámolóként szólítja meg az érdeklődőket. Tájképekből, portrékból, de tárgyábrázolásból sincs hiány az idei kiállításban, melyet egészen február 23-áig lehet megtekinteni. Január 28-án vasárnap 16 órától Mazsola és Tádé érkezik a Kóskároly Művelődési Házba, hogy megörvendeztesse a budakalászi gyerekeket. De nem csak a kicsiket, a gyermeklelkű felnőtteket is várják a báb előadásra, hiszen Mazsola és barátai több generáció gyermekkorát végig kísérték az elmúlt évtizedekben. A zenés bábjátékot az Ametiszt Bábszínház előadásában tekinthetik meg. Ez volt már a Kultúrkörkép, de ne felejtsék el, hogy jövő hét csütörtökön újra jelentkezünk az esti híradó után. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeket, véleményeket továbbra is várjuk a képernyő alján látható elérhetőségekre. Munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket, a programokhoz pedig jó szórakozást kívánunk. Viszontlátásra!